A karácsony előtti harsány és rikító kereskedelmi akciók mellett a keresztény világ is javában készül már gyönyörű ünnepére. Itt persze kevesebb a zaj, hisz az advent az elcsöndesedés ideje. Egy kicsit szétvált az advent a világban és az egyházban. A régi készletnek az volt a lényege, kicsit visszafogottan, böjtölve, csendben, hogy egy kicsit nagyobb, hát idézve duranás, tehát nagyobb élmény legyen, feltöltődés. Ma pedig a kereskedelem hatására advent egy külön ünnepi vált, sőt már advent előtt már a héten mindenütt megnyílnak a vásárok, és akkor teli hassal meg ünneppel vár a karácsonyra, és szerintem legtöbb ember alig várja már, hogy véget érjen az a része. A templom csendjében pedig most fog kezdődni a csendes időszak, a hajnali misékkel, imákkal, lelkigyakorlatokkal, és a plébániai programokkal, amik lesznek a következő hetekben. És persze a plébánián már advent első vasárnapjára is készülnek. Most szombaton adventi koszorú kötés, hagyományos, a zöld ág négy gyertyával, a lilaszínű koszorúkkal, lesz karácsonyi ajándékkészítés, lesz a templomban a gyerekeknek Mikulás műsor, hát idén újból a templomban, mint régen, mert amikor elkészült ez a közösségi ház, akkor itt az emeleti teremben fölöttünk volt a műsor, de rezsicsökkentés miatt úgy döntöttünk, hogy arra az egy műsorra nem fűtjük be a nagy termet, hanem marad a templomnak a hangulata egy kicsit hűvösebben, de az is ott is szép műsor lesz. Lesz közös mézeskalát sütés egy szombaton külön a családoknak, külön a felnőtteknek. De nem maradhatnak el a gyönyörű templomi koncertek sem. Egyik már most vasárnap este 7 órakor, egy ének együttes 6 fővel, és 3 hét múlva pedig Dankos Attila volt orgonaművész kántornak orgona este lesz, az pedig szombat este. Újpest adventi koszorújának első gyertyáját november 27-én késő délután gyújtják meg majd a város főterén, és természetesen Zoltán atya is ott lesz.